Advent második vasárnapján megtelt az Erzsébet tér. Sokan várták, hogy a város koszorúján a második gyertya is felragyogjon. Hát sokáig külföldön éltem, úgyhogy nem voltam itthon így a karácsonyi időkben, de nagyon tetszik, nagyon jó, és hogy nagyon tetszik a város díszítése is, meg hogy a különböző programok, meg olyan jó hangulata van. A gyertyagyújtás előtt ünnepi műsor várta a térre kilátogatókat. Ahogy Babics is írta, hogy mindenik embernek a lelkében dal van, nekem, mint iskola vezetőként szintén egy hobbi és egy léleksimogató érzés, hogyha énekelek, hogyha van lehetőségem arra, hogy különböző dalokkal fellépjek vagy közreműködjek városrendezvényeken, úgy mint most például ezen az adventi vasárnapon. Meg természetesen azért a hétköznapok, ahogy természetesen, hogy nekem is a hétköznapokban vannak gondok, problémák, megoldásra váró ügyek, és néha ez az oldal, a dalok, a lélekmelengető adventi dalok, a karácsonyváró dalok azok, amik erőt adnak. Ezen a vasárnapon Makovicki Gyula osztotta meg ünnepi gondolatait a kanizsaiakkal, majd felragyogott a második gyertya fénye is a város adventi koszorúján. Az adventi forgatag nem csak hétvégente, hanem a hétköznapokon is várja az érdeklődőket.